A műsor támogatói a Nintendolgok és a Nintendblog. Sziasztok, ez a Game Boys legújabb adása, én Krisi vagyok. Én pedig Szabolcs. És hát biztosan legtöbben hallottátok már a szomorú hírt, hogy a Nintendo vezérigazgatója, Iwata Satoru elhunyt sajnos, egy epe vezeték daganatban, amivel egy éven keresztül küzdött. Hát engem igazából nagyon megrázott a hír. Nekem rám reggel írtak Facebookon, hogy ez történt, és hát igazából először nem is akartam elhinni. Mert tudtuk, vagyis legalább lehetett róla tudni, hogy volt műtéte is ezzel kapcsolatban, meg hogy ezzel küzdött, de igazából mindenki azt mondta, meg úgy lehetett hallani, hogy kezd felépülni, meg teljesen jól van már. Igen, és egyébként az előző egy-két hónapban is volt egy Nintendo Direct-jei, meg igen. Teljesen aktív volt, és kb. Semmiből jött ez, hogy meghalt. Igen. Egyébként, tehát igen, engem nagyon lesokkolt, mert én nagyon szerettem őt, úgymond. Jó, nem ismertem nyilván személyesen, így nyilván ugye a családját, meg a barátait ugye sokkal jobban sajnáljuk, mert ugye hát egy igazán remeknek tűnő embert vesztettek el. Hát ugye ő egy olyan ember volt szerintem, aki sokkal emberközelibb volt, mint mondjuk a legtöbb ilyen vállalat igazgatója. Ugye rengeteg E3-on, meg Nintendo Direct-ben, ugye eleve nála kezdődött el ez a Nintendo Direct dolog, tehát ezeken ugye előjött, és tulajdonképpen személyesen hozzánk beszélt. Nem félt attól, hogyha mondjuk viccelődni kellett, úgymond, tehát nagyon szívesen csinált viccet bármiből. Igen, szóval Iwata nagyon jól ki tudta egyensúlyozni, hogy egyszerre mutassa magát komolynak, olyannak, aki úgymond tiszteletreméltó és visszafogott, viszont egyszerre egy nagyon felszabadult és szórakoztató, egyszerűen fan embernek. Igen, egyszerűen jó volt mindig hallgatni, már csak azért is, mert nagyon aranyos akcentusa volt. De egyébként ettől függetlenül jól beszélt angolul, és nem félt attól, hogy tényleg személyesen szóljon hozzánk, vagy akár tényleg ugye, viccet csináljon akár saját magából is. És hát ugye, hogyha hihetünk a különböző feljegyzéseknek, akkor tényleg egy vállalaton belül is egy nagyon keményen dolgozó, szerethető és fontos ember volt. Ugye már a 80-as évek óta úgymond a Nintendo-nál dolgozott, hát igazából gyakorlatilag a Hell Laboratory-nál, ami egy Nintendo-hoz nagyon közel álló cég, ugye programozóként kezdte, viszont egy idő után ugye a vállalatnak az elnöke lett, majd... És azt hiszem, ő volt az első elnöke, aki nem a Yamauchi családból származik. Igen, most még azért beszéltem a Hell Laboratory-ról, de igen, egyébként a Nintendo-nak az első olyan elnöke volt, aki nem a Yamauchi családból származott, mert ugye az előző elnök, ugye Hiroshi, nagyon ugye látta benne a vállalat iránti elkötelezettséget, illetve azt, hogy nagyon érti a dolgát, tehát igazából úgymond ő is, az eredeti család is áldását adta arra, hogy ő legyen az elnök, és szerintem tényleg tehát jól vezette a vállalatot. Ugye nézzük csak azt, hogy mondjuk a Nintendo DS és a Wii is, ami a Nintendo-nak talán a két legnagyobb sikere, ugye az ő vezetése alatt jelent meg, illetve a 3DS is, ami most ugye nagyon egy népszerű konzol. Igen, és egyébként szerintem nagyon jó választás volt Iwata abból a szempontból, hogy tényleg a személyisége az nagyon passzolta az image-hez, amit a Nintendo akar közvetíteni. Igen, hogy egyszerre professzionálisak, ugyanakkor ilyen nagyon, mondjam azt, hogy családbarát, fan, igen, szórakoztató. Hát, igen, amit az egyik ilyen idézet, amit szoktak mondani mostanában mindig, amit tőle származik, hogy a játékok ugye szórakozást kellenek, hogy fanak kellenek, hogy legyenek. Tehát az első számú céljuk. Nem az, hogy mondjuk, mit tudom én, realisztikusak legyenek, nem is az, hogy mit tudom én, a legújabb technológiát feltétlenül megmutassák, hanem egyszerűen élvezzék az emberek, és mindenki jó szórakozzon közben. Ezzel a kijelentéssel egyébként lehet vitatkozni, szóval legalábbis szerintem nem feltétlen, csak feltétlen a szórakozás kellene az egyetlen élmény, amit tudnak videójátékok nyújtani. Ugyanakkor azzal nincsen semmi gond, hogyha mondjuk valakinek van egy filozófiája, hogy meg az ő cége ebbe az irányba akar menni, ezt akarra képviselni, és azt viszont jól is képviseli. Igen. Sokan tényleg azért úgymond leszokták nézni a Nintendo-t, ugye főleg így Magyarországon is, hogy nincs rá elég, mit tudom én, egymást szétlövős, lövöldözős játék, meg realisztikus autóverseny, de hát tényleg, hogyha Iwata szavait is vesszük figyelembe, akkor tényleg nem ebbe az irányba akartak elmenni, és amilyen irányba elmentek, az teljesen jó. Abszolút.
Meg ugye vannak úgymond ilyen legendás dolgok, amiket véghez vitt, hogyha tényleg hihetünk a különböző feljegyzéseknek, hogy állítólag például a Pokémon Goldba és Silverbe miatta tudott bekerülni Kanto, ugye a második régió. Ezt nem is hallottam például, csak azt, hogy a stadiumban valami egy-két nap alatt programozta le a... Igen, hogy a stadiumban hogy elolvasta az eredeti Pokémon játékoknak a harcrendszerének a programját, és ezt ő egy igen, pár nap alatt átvitte gyakorlatilag Nintendo 64-re teljesen egyedül. De igen, tehát, hogy elvileg ő csinált valamilyen tömörítő eszközt, amivel tulajdonképpen rá tudták tenni egyszerre Johtót és Kantót is a Gold és Silver játékokra, és egyébként tényleg, ha megnézi az ember, borzalmasan sok dolog van abban a játékban, ahhoz képest, hogy Game Boy Color, és biztos, hogy nem volt egy kis teljesítmény tőle. Az biztos egyébként, de beszéljünk egy kicsit a többi játékáról. Jó, szerintem. A többi játék, hát az Earthbound-ba nagyon sok dolog köszönhető neki állítólag. Ő javasolta azt, hogy kezdjék el teljesen újból programozni a játékot, amikor elvileg ilyen végeláthatatlan, ilyen úgymond, nem is tudom, ilyen messz volt az egész. Hogy ugye elvileg a Mother sorozat készítőjének, Itoinak egy személyes barátja volt, és hogy elvileg ugye nagyon bíztak egymásba, és itt mondta Iwata, hogy szerinte újra kéne kezdeni az egész játékot, mert így egy fél év alatt újra tudnák csinálni az egészet, viszont hogyha ezt a vonalat követnék, amit elvileg eddig elkezdtek, akkor akár 2-3 évig is tarthat a fejlesztés. És igazából, hogyha végeredményt nézzük, akkor szerintem nagyon jó munkát végeztek. Igen, én az Earthbound-ot most vittem végig körülbelül egy hete, és tényleg egy fantasztikus játék, és nagyon örülök, hogy egyébként végre Európába is eljutott ez. Most így először azóta, mióta kijött Amerikában a 90-es évek elején vagy közepén. Igen, ugye az első játék a Nintendo-n egyébként a Balloon Fight volt, ami egy úgymond elég legendás cím, így a régi Nintendo játékokat tekintve. Igaz, hogy csak a Joust című korábbi játéknak úgymond egy klónja, plusz egy ilyen úgymond kalandmóddal beleépítve, de attól függetlenül, hogyha a régi játékokat nézzük, szerintem elég szórakoztató. Nekem nagyon tetszik egyébként, és főleg a több ilyen egyképernyős arcade jellegű régi Nintendo játékhoz képest. Igen, főleg. Illetve nagy szerepe volt még a Kirby sorozat megalkotásában, ami egyébként nekem az egyik személyes kedvencem. Illetve hát ugye már csak azért is, mert ugye a HAL laboratóriumnál volt eredetileg, ami a Kirby sorozat otthona úgymond. Illetve ugye szintén az egyik HAL játékot, az első Super Smash Bros-t is nagy mennyiségbe segített az alkotónak, ugye a Sakurainak, aki egyébként a Kirby sorozat alkotója is volt, megalkotni. Tehát, és egyébként ő miután a vállalat igazgatója lett, utána is állítólag nagyon sokszor visszament úgymond segíteni, programozni, meg betanítani az újakat, meg ugye tényleg, hogyha valami hibát vettek észre a játékba, akkor ott megpróbált segíteni rájönni, hogy lehetne megoldani. Tehát tényleg egy ilyen nagyon emberközeli, igen, tehát nem egy ilyen, nem tudom, saját magát magasztosnak gondoló valaki volt. Illetve, hát ugye, mint korábban említettem, ugye Itoi Shigesato a Mother sorozat készítője, nagyon jó barátja volt, és most ugye, miután ugye eltávozott, mondott egy olyat, hogy ez volt Iwata a legelső önző tette, tehát amikor nem vette figyelembe mások érdekeit. Tehát nyilván ez mondjuk egy kicsit ilyen humoros beszólás volt mondjuk, de hogyha tényleg így van, hogy tényleg csak mások segítésére, tehát mások segítésének szentelte az életét, illetve hogy előre vigye azt a vállalatot, amiben ő örömét lelte, akkor tényleg egy nagyon rendes ember lehetett. Igen, az biztos, hogy tényleg rengeteget köszönhetünk neki. Már csak, hogyha arra gondolunk, hogy közvetve mennyi hatása volt annak, hogy a DS és Wii tényleg a Nintendo, mondjuk azt, hogy második aranykora volt, de mondjuk a legnagyobb sikerkorszaka, és ennek köszönhetően amennyi más fantasztikus játék is készületett el ezekre, és amennyi élményt ezek mind nyújtottak. Igazából Iwata alatt tényleg a Nintendo otthon adott rengeteg új ötletnek, meg innovatív lehetőségnek, és nagyban hozzájárult ez ahhoz is, hogy az egész gamer kultúra mainstream-ebbé váljon, hogy sokkal szélesebb közönséghez eljutották a videójátékot, sokkal több ember szólítottak meg a DS és Wii marketingével, és szerintem ennek nagy szerepe volt abban, hogy
ma már úgy most sokkal kevésbé számít szubkultúrának az egész, mint mondjuk a 90-es években. Igen, hát nyilván az se véletlen, hogy a halál hírére szinte minden videójátékkal foglalkozó ember Twitteren ugye a különböző véleményüket, igazából nem is különböző, hanem az egyöntetű pozitív véleményüket írták meg róla, tehát még a rivális vállalatok vezetői is, és hasonlók is, tehát... Na, azért azt megnéztem volna, ha valaki volt, azért jó, hogy meghalt. Jó, igen, de tehát mondjuk nem lett volna kötelező írniuk róla. Ja, akár. Persze. De tényleg mindenki pozitívat írt róla, és tényleg igazából meg is érdemelte. Ezután az a kérdés, hogy lesz-e a következő elnöke Nintendónak olyan jó, mint Iwata volt? Hát az biztos, hogy magasan van a léc. Igen. Szeretnél meg egy valami utolsó gondolatot? Igazából szerintem ennyi. Jó, hogyha esetleg nektek van még esetleg. Tehát még ha esetleg nektek van valami véleményetek Iwatáról, amit nem mondtunk el, nyugodtan írjátok le a kommentekbe. És köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Igen. Sziasztok!